Remélem, hogy most én látszódom. Szép jó napot kívánok, köszöntöm a konferencia résztvevőit. Braun József vagyok, a Műhely Líceum Alapítvány elnöke. A Műhely Líceum Alapítvány működteti a Zöld Kakas Líceumot. Ebben az előadásban az iskolában nyert tapasztalatokat, kutatásaink eredményeiről szeretnék valamit felvillantani. A helyzet egy kicsit furcsa nekem, nem voltam még ilyen online konferenciák. Engedtessék meg nekem a tegező hangnem, valószínűleg, hogy egy szakmában dolgozunk. Szervusztok! Szóval amiről beszélni szeretnék, az ez, hogy valami új jelenik meg a világban. Ezt az újat mi a gyerekeinken keresztül érzékeljük, akiket atipikus tehetségként azonosítunk mostanában. A fogalom a gyarmati Éva kezdte el használni, először tőle vettük át. A gyerekektől származó szövegeket fogok mutatni. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy próbáljátok meg átengedni magatokat ezeknek a szövegeknek, tehát sokkal inkább érezni kellene ezeket, beleérezni magatokat, mint értelmezni, mint gondolatilag felfogni. Azt mondja az egyik diákunk, most tudom, hogy ébren vagyok. Hogy érted? Kérdeztem. Valamikor ugyanazt álmodom, ami történt, néha nehéz eldönteni, hogy ébren vagyok-e. Van, amikor azt álmodom, ami történt, és van, amikor azt, ami történni fog. Egy másik diákunk mondja, ez egy 7 éves kislány, anya, én rájöttem valamire, hogy ez a pillanat rólunk szól, és a szabadság bennünk lakik. Már régen is tudtam ezt, de akkor még barátkoztam vele, hogy tényleg bennünk lakik? És tényleg bennünk lakik? Mondott nevetve. És bennünk van az öntudat is. Amikor a szabadságot választjuk, akkor elenged az öntudat. Mondom, ezt egy 7 éves kislánytól hallottuk. És akkor a döbbenet és a kérdés, ami adódik, hogy de honnan tudja? Nem tanította neki senki, nem olvasta sehol, nem látott erről filmet a tévében, a YouTube-on. Honnan tudja? A tudás, amiben mi élünk, absztrakt fogalmi, vagy algoritmikus, vagy rutin jellegű tudás. Ezeket használjuk a köznapi értelemben, vagy köznapi életben akkor, amikor tudásról beszélünk. Úgy tudtuk eddig, vagy tudjuk még most is, hogy a tudás tanulás révén áll elő. És ezt egyfajta bevésésnek, imprintingnek szoktuk mondani. Mikor volt a Mohácsi vész? És akkor mondunk, nem is tudom a dátumot meghatározni. Ez a fajta tanulás, ez absztrakció alapú. Absztrakt fogalmakba gondolkodunk. Hogy hogyan jutunk el a tanulás révén a tudásig, azt az alábbi sémával próbálom érzékeltetni. Találkozunk egy fogalommal, hogy kovalens kötés, arról alkottunk egy képzetet, majd a képzetből valami fajta jelentésig jutunk el. A fogalom az mindig absztrakt, a képzettől a jelentésig való mozdulatot nevezzük tanulásnak, és magát a jelentést pedig tudásnak. Ugye ez nagyjából ismert, akik itt vagyunk most együtt,
azt gondolom, mindannyian ilyenfajta iskolázáson mentünk keresztül. Tehát még egyszer, a tanulás absztrakció alapú, elvont fogalom, elvont folyamat. Ez a fajta tanulás szeriális is. Hogy érzékeltessen, hogy mit értünk a szeriálitás alatt, ugye a dolgok egymás után történnek, egyszerre csak egy gondolatot tudok gondolni, majd a következőt, például a törökkel folytatott két évszázados párharc során a magyarok számára egyre kedvezőtlenebbé váltak az erőviszonyok. Tehát ezt nem tudom egyszerre gondolni, ez csak így szépen egymás után. Azaz ez a fajta tanulás, amiről beszélünk, ami a mi kultúránkat jellemzi, időben zajló folyamat. Az atipikus tehetségekkel valami új jelenik meg ezen a téren is, és erre a tudástanulás témakörre fókuszálnék a továbbiakban. Ez az új, ami velük megjelenik a világban, egy másik világ. Hogy mit értsünk másik világ alatt, mert ugye, hogyha egy másik világ fogalommal találkozunk, abszolút azt gondoljuk, hogy lényegében ugyanazokkal az érzékszervekkel érzékelhetjük, csak hát más. Hogyha elutazunk Magyarországról Perúba mondjuk, akkor egy másik világba kerülünk, na de ugyanazokkal az érzékszervekkel érzékeljük, az a másik világ, egy másik kultúra tulajdonképpen. A mi esetünkben azért nem egészen erről van szó. Ebben a másik világban a tudás is különbözik az eddig ismertől. Egy kassák plakátot mutatok nektek. Ugye ez már szeriálisan nagyon nehezen olvasható. Végigolvasható, hogy Tómozi, szenzációk, telefonszám, de valahogy egészen más, mint az előbb, mikor a törökről szóló szöveggel találkoztunk. Ez egy egységes kép, ezt nevezhetjük plakát hatásnak. Ezt a modern gazdaság felfedezte azóta, hogy a vevőkért meg kell küzdenie a termelőknek, a gazdaságnak, azóta rájöttek, hogy a vevőket nem szeriális mondatokkal, szeriálisan értelmezhető dolgokkal lehet leginkább elérni, hanem ilyen plakát hatással, amikor egy benyomást kap az ember. Ez egy Hieronymus Bosch képnek a részlete. Itt még annyi szerialitás sincsen, mint az előző kassák plakátban. Ugye, hogyha eléje állunk, akkor, és engedjük magunkra hatni, ez nagyon fontos, ezt még mondom majd néhányszor, hogy engedjük magunkra hatni a jelenséget, akkor úgy érezzük, hogy előnt befogad ez a képélmény, ránk zuhan tulajdonképpen. Nincs az az időbeliség, mint mikor olvasunk, vagy egy beszédet hallgattunk. Ahogy most én beszélek, az is szeriális, mert nem tudok egyszerre több dolgot kimondani. Ez megint egy képvers, vagy egy kassákmű, egy képvers, ahol, ami arra nagyon jó példa, hogy kassák feloldja a szöveg szerialitását, megtartja a jelentés tartalmát tulajdonképpen, de mégis olyanná alakítja, ami egy egységes benyomást ad. Anna, Annácskám, az Úr megjelent a vizek fölött, és keservesen sír, tehát adja magát ez a kép, hogy ebben a sorrendben olvassuk, de mégiscsak ad egy egységes benyomást, egy impressziót. És akkor innentől fogva impresszív világásajátításról szeretnék beszélni a tanulás helyett, mert hogy az a tapasztalatunk, hogy ahogy a atipikus tehetségek viszonyulnak a környezetükhöz,
nem tanulják a környezetüket abban az értelemben, mint ahogy említettem, hogy tudjátok, a kovalens vagy a másodfokú egyenlet megoldó képlete A négyzet plusz B négyzet, tehát nem így tanulja meg, hanem sokkal inkább impressziókon keresztül sajátítja el. Tehát, mint ahogy ezt a képverset is egy impresszióval tudjuk igazából értelmezni. Az impresszív világ elsajátítás más algoritmus szerint működik, nagyon más szerint, mint az imprinting. Itt az impresszióból indulunk ki. Kapok egy benyomást. A benyomással szinte egy időben megjelenik a jelentés élménye. Ez élményként jelenik meg, nem abstrakcióként, nem absztrakt fogalomként. Jelentés élmény, és a jelentés élménye szinte egy időben tudás élmény is megjelenik. Tehát nagyon erőteljesen érzem én azt, hogy tudom azt a dolgot, noha még nincsen fogalmam hozzá. Később, jó esetben tudok hozzárendelni fogalmat. A jelentés élmény kép jellegű, vagy képzett jellegű. Itt megint ezt kérlek, hogy ezt a kép jellegű, képzett jellegűt, ezt fogadjátok úgy olyan, mintha. Tehát ahhoz hasonló, mint a Bosch kép. De nem feltétlenül az az élmény, mint egy vizuális kép, de az a totalitás az egyértelműen megjelenik, képzett jellegű. A fogalom az nem elsajátított, nem kívülről megtanult. Azt, hogy kovalens kötés én a büdös életben nem találnám ki, azt valaki mondta, valami könyvben olvasom, onnan megtanulom. Itt az impresszív világ elsajátításnál maga a személy kapcsol valami fogalmat a jelentésélmény, tudásélmény alapján az impresszióhoz. Tehát megszüli, itt mindenki megszüli, újra szüli az élményt reprezentáló fogalmat. Ez nem elvonatkoztatott, nem absztrakt, ez érzelemmel, élménnyel telített ez a fogalom. Ez egy nagyon-nagyon lényeges különbség az atipikus tehetségek világhoz való viszonya. Hogyha az atipikus tehetségek világhoz való viszonyát és a többségi társaik világhoz való viszonyát nézzük. Az impresszió rázuhan a szemlélőre. Ugye az nem időben zajló fogalom, az nem időben zajló folyamat, nem szeriálisan zajlik, az tulajdonképpen időn kívüli. Mondhatom azt, hogy egy pillanat alatt, de azt is mondhatom, hogy két pillanat között történik ez a dolog, tehát nem kötődik hozzá időérzet. A jelentés élmény mindig megélés, a tudás élmény megélés, tehát hogy ez egy mély érzelmi folyamat, mélyen átéljük ezeket a dolgokat. Újabb idézet a zöldkakasos, atipikus gyerekektől. Rám repült egy bögöly. Mi az a bögöly, kérdezem? Az olyan, mint a légy, csak fényes zöld a háta. És milyen állat a krumpli bogár, amit ma emlegettél, hogy megeszi a krumpli levelét, meg a légy, meg a pók, bogár, ízeltlábú. Ezt honnan tudod, kérdezem? Jaj, hát van egy ilyen játék, a Minecraftban, az ízeltlábúak támadása. Honnan tudja? Itt elég egyszerű. Ő megmondja, hogy honnan tudja, internetes játékokból tudja ezt a dolgot. Nincs olyan fajta tanulási élménye, mint amikor a másodfokú egyenlet megoldó képletét kell megtanulni, de tudja. Meséltél egy számítógépes játékról, és ebben a történetben használtad a no-ob fogalmat is. Szerinted mit jelent az, hogy no-ob? Kérdeztem. Jaj, Gabi, hát nem tudod. Hát ugyanazt jelenti, mint a loser. Jó, válaszoltam, de mit jelent az, hogy loser? Azt, hogy béna, modern szóval kifejezve. Honnan tudja?
mármint azt, hogy a NOB mit jelent. Internetes slangből. Újabb történet. Orosz családi home videót néztél, amiben elhangzott a spasiba szó. Mit jelent, kérdeztem. Köszönöm, jött a legtermészetesebben a válasz. Honnan tudod? Kérdeztem, de ez már nyagatás volt. Tudom és kész. Tehát itt a tudás, a jelentés, az a kontextusból adódik. Nem tud oroszul a gyerek, de a kontextusból teljesen egyértelműen számára a jelentés. Az életem egy nagy nyomásból áll. Egy nagy nyomás felleg vagyok. És ezért ütök és hangoskodok. Ez nem jó, mondtad egy alkalommal. Na, és akkor ezt honnan tudja? Hát ezt nem külső hatások alapján tudja, ez benne születik meg. Tehát a saját diszkomfortos érzését egészen pontosan meg tudja fogalmazni, azt, hogy nyomásfelleg vagyok, és ő is ilyen, talán 7 éves volt, amikor ezt megfogalmazta. 4 éves korodban állítottad, hogy balettozol, miközben nem találkoztál akkor még balettel. Időnként látszott, hogy megváltozik a tartásod, és balettáncossá válsz. 5 évesen vittelek először a balettre. 4 hónap alatt a kezdőcsoportból a haladóba kerültél, majd a 4 kiemelt legjobb közé. Honnan tudja? Itt hosszasan dilemmáztunk az édesanyával, aki elmesélte ezt a történetet. Ő váltig állította, vidéken egy kis faluban laknak, nincs könyvük a balettről, nem néztek ilyen tévét, filmet, nem találkozhatott a gyerek balettel. És akkor ezeket a balett mozdulatokat honnan tudja? Hát valami emlék lehet, és akkor az, ha emlék, akkor az nem ebben a világban keletkezett. Tehát az anya is megerősítette, hogy minden bizonnyal ez születés előttről származó emlék. Többször meséltél szellemészleléseidről. Az egyik így hangzott, hogy éjszaka felébredtem, kimentem a szobámból, és az előszoba túloldalán lévő nyitott konyhajtón keresztül láttam egy fura jelenséget. Egy lebegő, fátyollal borított női alakot. Megkértelek, hogy rajzold le. És így rajzolta le. Ugye, hogyha nem ismerjük a történetet, akkor ezt a rajzot elég nehéz értelmezni, de itt azért elég pontosan látszik, hogy kijött a szobája ajtajából, itt a nyitott konyhajtó, és a nyitott konyhajtóban ott az asztal, és van egy lebegő női alak. Ilyenkor mindig felmerül, meg még lesznek ilyen történetek, hogy ezt szabad-e elhinni, hogy nem álmodta-e, nem képzelekte-e. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy minden ilyen közlést abszolút komolyan vesszük, abszolút hitelt adunk a dolognak, hogy a dolog valóságos, mert hogy élmény, megélés. És akkor honnan tudja? Hát egyfajta közvetlen érzékelésből. Vagy egyfajta közvetlen érzékelésnek nevezhető dolog történik itt vele. Az e-mailjeimet olvastam a gép előtt éppen azt, amit a júliusi úszótábor szervezők küldtek egy újabb programról. Azon gondolkodtam, hogy igen, te is részt vehetnél. Levélhez nem volt kép, a szövegben nem tudtál belolvasni, és nem említettem, mint gondolkodom, amikor beléptél, és azonnal megkérdezted. Anya, megmutatod a telefonodon a csúszdás képeket az úszótáborból? Amikor egy nagy csúszdán lecsúsztam a mély vízbe. Persze, mindjárt. De hogy ez hogyan tud megtörténni? Honnan tudja, hogy én éppen mivel foglalkozom, mint gondolkozom? Hát, ezt megint, hogyha meg akarjuk nevezni ezt a fajta érzékelést, akkor ilyesmivel tudjuk, hogy kiterjesztett érzékelés,
mert nyilván a köznapi érzékeléseken túli valamivel érzékelte. Ő nem látta, nem mondta, nem hallottam, nem hallotta tőlem, nem beszéltem. Tehát a köznapi, a mindennapi érzékszerveinkkel ezt nem lehet érzékelni. De megtörtént egyértelműen. Fanni kérte, hogy ezentúl szólítsák őt Liának. Sokat bosszankodtál ezen. Tündérnevet nem szabad adni senkinek. Fanni egy varázslónő, és ha visszakapja nevét, akkor elpusztítja Tündérországot. Ha valakinek megváltozik a neve, akkor az káoszhoz vezet. Összezavarodnak az emberek, pánikolni kezdenek. Na, ez még durvább, hogy akkor most egy mesében vagyunk, és ő a mesélő, vagy egy képzelt világról van szó, vagy megzavarodott, vagy mi történik itt, de ezt is, ennek is abszolút komolyan vesszük, és azt gondoljuk, hogy ezeknél a gyerekeknél nagyon-nagyon érdemes komolyan venni, de hát akkor meg honnan tudja? Lehozza. Honnan hozza le? Valahonnan, szellemi tartományokból, Akasa krónikának nevezhetjük azt a tartományt, ahol ezek a tudások, ezek jelen vannak. Hogyha most megpróbáljuk, vagy most szedjük össze azokat a jelenségeket, amiket erre honnan tudja kérdésre találtunk, akkor látjuk egyszer, hogy internetes játékokból, tutoriálokból szedik össze, internetes slangből, kontextusból szűri le, benne születik meg a fogalom, születés előtti időkből származó emlék, közvetlen érzékelés, kiterjesztett érzékelés, és ebből a furcsa szellemi tartományból, az Akasa krónikából való lehozatal, tehát közvetlen kapcsolat vele együtt. Jól láthatóan két csoportot tudunk elkülöníteni ezekből a forrásokból, hogy milyen forrásokból tudja szedni. Az egyik a kulturális hatás, a másik az új érzékszervek. Tehát a kulturális hatásoknál ott ugye az öt érzékszervünket használjuk továbbra is, csak más kultúrában más összefüggésekkel találkozunk, de az érzékeléseink nem változnak meg. Itt a zölddel jelölt tartományban viszont olyan érzékszervekről, olyan érzékelésekről van szó, olyanokkal találkozunk, amihez nincsen fizikai érzékszervünk. Joggal nevezhetjük ezeket új érzékszerveknek, akkor is, hogyha biológiailag nem azonosítható be, hogy ez most a testünk melyik részében van. És hogyha új érzékszerveink vannak, új érzékeléseink, akkor elég könnyen belátható, hogy akkor egy másfajta világot érzékelünk ezekkel, egy új világot. Nem tudom, hogy elég pregnánsan sikerül-e a különbséget érzékeltettem, hogy nem arról van szó, hogy ahogy a földön kívülieket mondjuk elképzeljük, amikkel én találkoztam ilyen földön kívüli elképzelésekkel, vagy földön kívüli lények, vagy kultúrával találkozásnál, ott mind az öt érzékszervénkkel érzékelhető mezőben írták le őket. Itt nem erről van szó, új érzékszervekről, amikről nagyon-nagyon nehéz képet, képzetet alkotni, sőt, szinte lehetetlen, ilyen hasonlatokkal tudjuk csak megközelíteni, illetve ilyenekkel, hogy beleérezzük magunkat, beleéljük magunkat a atipikus tehetségek élményeibe. A honnan tudja mellett megjelenik a hogyan tudja kérdés is. Sétáltunk, pörgetted a váltáskádat, és azt kiabáltad, centrifugális erő, centrifugális erő. Mi az a centrifugális erő, kérdezte. Pörgetsz valamit, és az kifelé igyekszik. Hogyan tudja
jelenséget értelmez. Pörgeti a vátáskáját, a vátáská húzza a kezét. Ez a jelenség ezt értelmez. Playmobil figurákkal játszottál strandosat egy edényben, amit medencének neveztél ki. A figurák elsüllyedtek a mély vízben. Azt hallottam, hogy a só fenntartja az embereket a vízen, és ezért kérek sót. Sót töltöttél a medencébe, de a figurák még mindig a víz alján feküdtek. Elkezdtél addig tenni sót a vízbe, míg az emberkék a víz felszínére emelkedtek. Tényleg igaz, mert fennmaradtak. Sikerült megcsinálnom, újságoltad mosolyogva. Hogyan tudja? Kontrollal megerősít. Hall valamit, de nem hiszi el, megerősíti a saját tapasztalatával. Észrevettem egy hasonlóságot a szanszkrit nyelv és a programozás között. A szanszkrit nyelvben a tárgyakat a tulajdonságaik alapján nevezik el, például a fa neve lábán keresztül ivó vagy kivágható. A programozásnál létrehozott klasszokat, osztályokat is a tulajdonságaik alapján kell meghatározni. A programozásnak a logikája hasonlít a szanszkrit nyelvére. Ugye, mikor a szanszkrit nyelv még élő nyelv volt, akkor az egy teljesen más kultúra, más érzület, másfajta lelkek éltek akkor, máshogy viszonyultak a világhoz, innen is látszódik, hogy a tárgyakat a funkcióik vagy tulajdonságaik alapján nevezik el. És a gyerek, aki egyébként szanszkritot tanul, ő felismeri ezeket ezt a hasonlóságot, hogy nagyon hasonló logika jelenik meg ismét a programozásnál, mint a szanszkrit nyelven. De itt sem megtanulja a dolgot, ez benne születik meg, tehát egy felismerés jön létre. A tehetség az, ha rá tudok állni erre a részre, jelentette ki az egyik kislány egy alkalommal. Az alkalom ez. Ez egy játszótéri játék, és valóban erre a korongra azért elég nehéz ráállni, mert billeg mozog össze-vissza. A kislánytól senki nem kérdezte, hogy definiálja a tehetséget. Még mielőtt ráállt, azelőtt ezt kijelentette. Hogyan tudja? Jelentéshez fogalmat társít. Ugye az ő számára a jelentés az teljesen egyértelmű, az, hogy rá tud-e állni erre a mozgó valamire, és ott meg tudja tartani magát, ez érzés szintjén benne teljesen egyértelmű, nagy bizonyosságú, és hogy ezt az érzését megfogalmazza, erre használja a tehetségfogalmat, és valljuk be, nem is hiba, nem is rosszul, tehát a köznapi értelme vett tehetség megközelítésekhez ez egészen közel áll. Az esti fogmosást halogattad, mert még játszottál volna. Kivigyem a fogaidat megmosni? Kérdeztem, persze viccből. Ha kivinnéd, akkor nem tudnád visszatenni a számba a fogaimat, és akkor nem tudnék minden szót rendesen kimondani. Nem tudnám jól mondani a sziszegő hangokat. Honnan tudod ezt? Érzem, ahogy beszélek, hogy a sziszegéshez kellenek a fogak. Hogyan tudja? Érzetet azonosít, testérzetet. Nem, itt sincs abstrakció, van egy érzet, ami benne megszületik, azzal foglalkozik, és azonosítja. Megtetszett neked az egyik ruhám, neked adtam. Anya, annyira tetszenek a régi ruháid, ezek valahogy összekapcsolnak minket. Ez egy közös pont. Hogyan tudja? Érzést értelmez. Tehát az előbb érzetről van szó, most érzésről. És egészen pontosan fogalmazza, hogy ezek a tárgyak, ezek a ruhák, ez összekapcsol bennünket. Ez nagyon erős közös pont. Képzeld el, Mónika,
Minden este úgy fekszem le, hogy egy nagy burkot hozok létre a ház felett. És én adok engedélyt, hogy ki az, aki ezen keresztül bejöhet. Biztos vagyok abban, hogy ez működik. Hogyan tudja? Bizonyosságként fogad. Biztos vagyok abban, hogy ez működik. Nincs kétsége. De ez nem csak egy ilyen önhittség, hanem komoly tapasztalásokon alapul. A gyereket ismerve nagyon sok ilyen megérzése volt, nagyon sok ilyenről adott számot, vagy sikerült vele beszélgetni. Tehát ez benne bizonyos. Tapasztalatokon alapuló bizonyosság. Megtanultad az óangol betűket és írást. Na hát ezen azért elcsodálkoztunk egy kissé, és valóban lehet ellenőrizni, hogy ez arról van szó, és hogyan tudja. Hát valami fajta vonzásnak enged, hogy miért teszi ezt az rejtély, de egy nagy-nagy vonzást érez valami tudás megszerzése iránt. Arra jöttem rá, hogy az álom az olyan, mint egy mesenézés. Ez egy nagyon tömör, nagyon pontos fogalmazás. Én jöttem rá, hogy az álom olyan, mint egy mesenézés. Nem neked hiszem el, meg nem egy mesében van. Hogyan tudja? Világok között közlekedik. Ez megint nem túlzás így fogalmazni, hogyha engedjük ezt a mondatot magunkra hatni, ez egy nagyon tömör, nagyon pontos mondat, akkor valóban az álom egy különböző világa az ébrenléti világunktól, a mesenézés meg megint különbözik az álomtól is, meg az egyébként szokásos ébrenléti tudástól is, és ez két különböző világ, és a két különböző világ között ő tud nem csak különbséget tenni, hanem belehelyezni magát az egyikbe, a másikba, tehát tud közlekedni világok között. És akkor itt ugyanúgy érdemes számba venni, tehát ugye a honnan tudját láttuk, hogy vannak olyan kulturálisan meghatározott tudások, ami az öt érzékszervhez kötődik, és vannak olyanok, amik új érzékszervekhez kötődnek. Hogyan tudjánál, hogyha ugyanígy számba vesszük a talált formákat, akkor látjuk azt, hogy jelenséget értelmez, kontrollal megerősít, felismer, jelentéshez fogalmat társít, testérzetet azonosít, érzést értelmez, bizonyosságként fogad, vonzásnak enged, világok között közlekedik, és nyilván ez még folytatható, nem vagyunk a dolog végén. Ez megint két nagy csoportot enged megkülönböztetni. Az egyik a köznapi tudati műveleteknek nevezhetjük, tehát a jelenséget értelmez, kontroll megerősít, felismer, és vannak, amik impresszív tudati műveleteknek nevezhetőek, tehát az impresszív világ elsajátításhoz, az új érzékszervekkel érzékelt tudásokhoz kötődnek, azok is egyértelműen tudati műveletek, szándékoltan lehet velük műveleteket végezni, de meg kell, hogy különböztessük a köznapi tudati műveletektől, ezért ezeket impresszív tudati műveleteknek nevezzük. A kettő között evolúciós kapcsolat fedezhető fel, ebben most nem megyek bele, ez egy külön izgalmas területe. Az atipikus tehetségek jelentett a világnak. Igen, akkor számos kérdésünk merül fel. Ha eléggé jól figyelünk, akkor talán valami válaszféléket sikerül találni, de mik a kérdések? Ugye honnan tudja, a hogyan tudja, milyen tudati műveleteket végez,
milyen tudáskonstrukciókat vagy képességkonstrukciókat épít fel, milyen világban létezik. Ezért azért nem könnyű kérdések. De azért meg kell jegyeznem, hogy egyetlen, hogy ezek nagyon furcsa jelenségek, amikről itt igyekeztem impressziót, benyomást adni. Egyik esetben sem azt gondoltuk, hogy valami zavarról, hibáról, fogyatékosságról van szó, hanem azt feltételezzük, hogy itt valami vadamat új jelenséggel állunk szembe. És hogy ezekre a kérdésekre hol találhatunk választ, két koncepció került a mi látókörünkbe. Az egyik koncepció az a konstruktív pedagógia. A konstruktivizmus, mint ilyen világmegismerési, ontológiai, lételméleti megközelítés, ez a múlt század közepén, második felében született, megvált divatossá, hogy úgy mondjam, és ennek van egy pedagógiai vetülete is. A konstruktív pedagógia néhány kulcsfogalmát szeretném itt felidézni. Ez azt állítja, hogy minden tudáskonstrukció egyedi. Tehát minden személyben, minden individumban egyedi módon áll össze a világról alkotott kép, egyedi módon áll össze a tudás, konstruálódik meg. Itt még fontos az is, hogy ezt a tudáskonstrukciót ezt nem készen kapja, nem egy tankönyv által feltételezett tudáskonstrukció épül be, hanem ő maga építi fel. Nem kell nagy logikai képesség arra, hogy akkor ebből el lehet jutni addig a gondolatig, hogy tulajdonképpen tanítani ebben az értelemben nem is lehet. Csak ezt az egyedi tudáskonstruálódást lehet támogatni, mert úgyis csak az épül be ebbe a tudáskonstrukcióba, ami avval adaptív, ami odaillik. Ami nem illik oda, akkor azt a gyerek nem csak a gyerek, a személy sem képes megtanulni, nem tudja beépíteni. Ez az adaptivitás az azt jelenti, hogy csak meghatározott elemek képesek megtapadni ebben. Nagyon fontos, hogy az a tudás tud adaptív lenni, ami megértett tudás. Hogy az, hogy kovalens kötés, azt azért nekem nem sikerült megértenem. Tudom, definícióját el tudom mondani, de megértenem nem sikerült eddig. És a megértéshez itt hozzá, szorosan hozzátartozik, hogy megélt élmények, képességek. Tehát megélt élmények alapján születik meg a megértés, az alapján tud létrejönni az adaptivitás. A fogalmi váltás is egyik kulcsfogalma a konstruktív pedagógiának, ez olyasmit jelent, hogy ugyan használok egy fogalmat már régóta, és egyszer csak bekattan, hogy hát ez valami radikálisan mást jelent. Tehát mikor létrejön a megértés, megélés, megértés, adaptálódás, akkor sok esetben létre tud jönni ez a fogalmi váltás is. Konstruktív pedagógia, tehát ezzel a megközelítéssel elég sok minden úgy mondjam, koncepcionálható, vagy megérthető azokból a jelenségekből, amikre próbáltam utalni. De van, ami nem. Tehát a köznapi érzékelésen túli tartományok érzékelésével a konstruktív pedagógia már nem sokat tud kezdeni. Itt ami segítségünk se tud lenni, az az antropozófia, szellemtudomány, ugye ez Rudolf Steiner nevéhez kötődik. Az antropozófia keretén belül a szellemi érzékszervek nem idegenek. Tehát ez a koncepció, ez a világszemlélet, ez a valóságértelmezés, ez teljesen természetes dolognak tekinti, hogy szellemi érzékszervek léteznek, használjuk, és láttuk azt, hogy a fizikai érzékszerveken
túl azok mellett bizony jelennek meg szelleminek nevezhető érzékszervek. Ezekkel a szellemi érzékszervekkel úgynevezett kiterjesztett érzékeléseket tudunk végezni. A kiterjesztett alatt a köznapi értelmevet érzékelésekhez képest kiterjesztettet értjük, és ugyanígy a tudatosság is kiterjesztett, tehát mikor a gyerekben születik meg valami óriási bölcsesség, alapvető bölcsesség, csak emlékeztetni szeretnék, én egy nyomás felleg vagyok, az nagyon tudatos, vagy a szabadság mellett ott van az öntudat is, és mikor megszületik a szabadság, elenged az öntudat, ezeket abszolút a kiterjesztett tudatosság tartományába tudjuk értelmezni. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy tanulja önön magának. Tudása van a tudásról. Mármint, hogy ezek nem tiszták, tehát ebbe az irányba fejlődik, hogy ő kívülről is tudja magát szemlélni, meghasonlás nélkül. És benne van a szabadság választása, a szabadságot, az a 7 éves kislány egészen pontosan értelmezi, nem a politikai köntösben. No, hát ezek eléggé komoly kihívásokat jelentenek ezekkel a fura, atipikus gyerekekkel foglalkozó személyek számára. Olyan, minthogyha ők már benne lennének ebben a nagyon fura új világban, és bennünket hívnak, próbálnak beavatni, egyfajta beavatásban részesítenek bennünket ahhoz, hogy bennünk is megszülessen. Mi is szüljük meg ezeket a kiterjesztett érzékeléseket, szellemi érzékszerveket, hogy velük érdemben tudjunk kapcsolatot létesíteni. Ez is egyik diákunktól származik. Mikor itt vagyunk, valami furcsa, idegen érzés lesz a szívemben. Valami más érzés, mint otthon. Az idegenség érzés, ez eléggé jellemző rájuk, hogy a mi világunkban ők idegenül érzik magukat. És mi csak akkor tudunk nekik otthont teremteni, hogyha engedjük, hogy ők beavassanak bennünket az ő világukba. Hát körülbelül ennyit szerettem volna mondani ma. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és készséggel válaszolok felvetéseitekre, ha vannak. Nem. Mert hogy ugye most idén ebben a pandémiás világban eléggé jól érzékelhető, hogy az iskolának mi az alapvető funkciója. Ugye az egyik alapvető funkciója az az, hogy megőrizze a gyerekeket azért, hogy a szülők dolgozhassanak. Az, hogy most nem zárták be az általános iskolákat, amiatt, mert akkor a ápolónő anyukák hiányoznának a kórházakból. Ez a megközelítés az iskolának azért radikálisan más, mint amiről én próbáltam beszélni.
Tehát nem várható, hogy ez az állami közoktatás ezt belássa. Akkor még egy kérdésem van, hogy a ZK-n kívül tudunk-e hasonló hozzáállású iskolát Magyarországon? Nézd, ez szerint a Pentelei Molnár János, nem, Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, gimnáziumi szakképzőiskola ezen az úton halad még, és sporadikusan vannak olyan törekvések, amik e felé mutatnak. Ugye a Waldorf az kimondottan a antropozófia alapozottságú, de nagyon sok atipikus tehetséggel nem tudnak mit kezdeni. Az alternatív iskolák között vannak, akik az a gyerekközponti iskolák, vagy személyközponti iskolák, ahol megtalálhatóak elemek, amik ebbe az irányba mutatnak. A gyógypedagógiában megjelennek elemek, amik ebbe az irányba mutatnak, de olyanról, olyan intézményről, akinél egy egységes, már az atipikus tehetségek szempontjából egységes rendszeré állna össze az iskola csinálás, beleértve a magát a szervezetet és a munkaszervezetet, beleértve a kollégák érzékenyítését, a szervezeti kultúrát, hát ilyenről nem tudok sajnos. Igen. Más. Sajnos én sem. És még egy kérdés, ez lehet, hogy egy hosszabb, de majd rád bízom, hogy hogyan kell nálatok elképzelni egy tanórát? Ez elég könnyű, mert ahol ez a program a legteljesebben működik, ott nincs tanóra. Tehát most arra van engedélyünk, vagy azt sikerült kiküzdeni, hogy csak projektjeink vannak, nincs tanóra. Tanóra alatt ugye azt értem én, hogy valamilyen tananyag elsajátítása annak a foglalkozásnak a célja és funkciója. Ilyen fajék egyszerűségi dolgokra jöttünk rá, hogyha a gyerek azt csinálhatja, ami őt érdekli, akkor abba elmerül, abba elmélyed, és akkor nem kell fegyelmezni. Akkor miért ne csinálhassuk azt, miért ne csinálhassa a gyerek azt, ami őt valóban érdekli. Persze a dolognak számos nehézsége van, mert hogy a legritkább esetben érdekli ugyanaz a gyerekek harmadát, már két gyerek sem biztos, hogy ugyanazt szeretné, és akkor meg minden gyerek mellé külön ember kellene, aki vele külön foglalkozik. De azért ebbe az irányba haladunk, hogy olyan projektjeink vannak, amiket egyrészt a munkatársaink nagy kedvet csinálnak, tehát csak olyan projektet kezdeményeznek, ami őket is érdekli. Azokban a gyerekek szabadon kapcsolódnak be, vagy szabadon szállnak ki belőle. Ezek többnyire ilyen 45 perces, 60 perces időtartamúak. Aztán utána váltás van. Hogy kell ezt elképzelni? Hát mondjuk van egy... ami eléggé népszerű, hogy az egyik kollégámnak az őrült ötlete támadt, hogy a 20-30 évvel ezelőtti videójátékokat nézzük meg még egyszer, nézzék meg a gyerekek még egyszer, majd beszélgessenek róla, hasonlítsák össze a mostaniakkal, és ez hallatlanul népszerűvé vált. Ráadásul ez a dolog, ez hibrid rendszerben is működtethető. Nem tudjuk megmondani, hogy tantárgyilag milyen tantárgyhoz kötődik, viszont óriási élmény azoknak a gyerekeknek, akik ebbe bekapcsolódtak, hogy
milyen, tehát vizuálisan mennyire kezdetlegesebbek voltak a 20-30 évvel ezelőtti videójátékok, ugyanakkor mennyivel nehezebbek, tehát hogy különbségeket tudnak tenni, és az, hogy a gyerekek össze tudjanak dolgokat hasonlítani, koncepciókat tudjanak gyártani, vagy készíteni, fel tudják vizsgálni a saját korábbi koncepcióikat, ezt hihetetlen fontosnak gondoljuk. Tehát ez egy olyan skill, egy olyan képesség, ami hallatlanul fontos ahhoz, hogy ők menedzselni tudják majd későbbiekben magukat. Vagy tegnap nem tudom, vagy 15 gyerek elment egy tanyára. Egyik diákunk Cegléd mellett egy tanyán él, már mint a családjával. Értelmiségi szülők kezdtek el állattartással foglalkozni, meg vendéglátással, és nagy örömmel látják a gyerekek, vagy látják a zékás diákokat. Nekik meg óriási élmény, hogy szalmabálákon ugrándozhatnak, meg paprikás krumplit csinálnak, meg tyúkot kergethetnek, meg fára mászhatnak. Ez is egy foglalkozás. Ez így válasz valamennyire? Nekem igen, köszönöm. Tökéletes. Egyelőre nem érkezett több kérdés, úgyhogy ha még esetleg benned maradt valami, azt nyugodtan el tudod mondani. Köszönöm. Akkor még annyit mondanék, hogy ez a prezentáció az a tudás. A megváltozott tudás, megváltozott világérzékelésre koncentrált, de arról nem ejtettem szót, hogy hallatlanul éles látóak ők, tehát nem fogadnak el külsődleges tekintélyt, tehát azért rosszak, mert hogy a külsődleges tekintélyt azt arra tesznek nagy évben, nem fogadják el, tehát hiába idősebb valaki, hiába nő, hiába tanár, hiába igazgató, hiába atyaúristen, őket az nem érdekli, azokat tudják elfogadni partnernek, akik önazonosságukon intenzíven dolgoznak. Nem tudom, hogy mennyire érthető. Tehát akik nem játszmáznak, nem játsszák meg magukat. És itt nem is lehet, mert akkor, amikor ilyen hallatlan bölcsességek szakadnak ki belőlük, mint ez a szabadsággal kapcsolatos dolog, vagy a nyomásfelek, akkor azért én nagyon kicsivé válok mellettük. Hát akkor az én tudásom, hogy jön az ő tudásukhoz, akkor itt csak partneri viszony lehet. Az, hogy én öregebb vagyok, meg tapasztaltabb, az egy dolog, de hát nyilvánvaló, hogy nála van a lényegi tudás. És hogy ehhez kellő alázat szülessen meg kellő tisztelet, meg együttműködés, hát az eléggé nehéz, és eléggé intenzív belső munkát kíván az iskola munkatársaitól. Köszönöm szépen. Hát én köszönöm. És további sok sikert nektek. Köszönöm. Neked a konferencia szervezéshez azért nagyon szeretnék gratulálni. Köszönöm. Szia. Szevasztok.